Orbán Viktor szerint Európa leginkább megoldandó problémái a versenyképesség elvesztése, a rossz migrációs politika és a rendkívül alacsony önvédelmi képességünk. Ursula von der Leyen szerint Európa leginkább megoldandó problémái Ukrajna és Orbán. El lehet dönteni, melyiknek van több köze a valósághoz. Már is kezdünk. Elnökségi program. Politikai támadással válaszolt az Európai Parlament. Jó estét kívánok, ez a Vezércikk, a műsor, amelyben ma este elsősorban arra próbálunk rájönni, mi értelme van egy Európai Parlamentnek, amelyik úgy működik, mint amilyen bemutatkozott most Strasbourgban. M. Kovács Robert vagyok, és már is mutatom, kikkel beszélgetünk elsőként arról, vajon a strasbourgi testület tényleg süketekből, vakokból és bűnözőkből áll-e, vagy csak nem érdekli őket, hogy mi Európa érdeke. Máté Zsuzsa, akinek alaposan megemelkedett a vérnyomása a mai Európai Parlamenti vitát hallgatva. Georg Spötle, aki az Európai Parlament ülése után nem is tudja, hogy van-e még ennél lejjebb. És Deák Dániel, aki szerint jó, hogy közvetítették a strasbourgi ülést, mert így mindenki számára látható volt az Európai Parlament valóságtagadó orwelli világa. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kezdjük akkor azzal, hogy vajon volt-e egyáltalán bármi értelme annak, hogy Orbán Viktor felszólalt az Európai Parlamentben, hiszen a strasbourgi balliberális többség arról egyáltalán nem akart hallani, hogy hogyan képzeljük el az Európai Tanács soros elnökeként Európa jövőjét, de sok más jel is arra mutat, hogy el kellene arrafelé egy általános hallásvizsgálat. Lássuk. A magyar miniszterelnök a strasbourgi Európai Parlamentben szólalt fel szerda délelőtt. Orbán Viktor a magyar soros elnökség célkitűzéseit ismertette. Ahogy az várható volt, a parlamentben ezután érdemi vita helyett politikai támadás zajlott a magyar miniszterelnök ellen. Orbán Viktor keményen megválaszolt a kritikákra, számos adatot ismertetve az unió álszent politizálásáról. A később felszólaló baloldali képviselők, köztük Magyar Péter, ennek ellenére rendre megismételtek olyan állításokat, amelyeket Orbán Viktor korábban már tételesen megcáfolt. Számomra nagyon beszédes volt az első két felszólalás. Orbán Viktor azt fázolta föl, hogy szerinte Európa három legégetőbb problémája, amire megoldást kell találni, az a versenyképesség csökkenésének megállítása, az elhibázott migrációs politika helyreállítása és a védelmi képességeink növelése. Ezzel szemben Ursula von der Leyen szerint Európa két legfontosabb problémája Ukrajna és Orbán Viktor. Hát azért én úgy érzem, hogy a realitáshoz mégiscsak a magyar miniszterelnök programjának van több köze. Zsuzsi? Hát először is szerintem, akik megnéztük, vagy volt erre módja, hogy itt napközben kövesse ezt az ülést, szerintem azért a vérnyomás szintje az eléggé rendesen megemelkedett mindenkinek. Mert tényleg azt látta, hogy odament a miniszterelnök, egyébként a tegnapi sajtótájékoztatón már részleteiben vázolt csomaggal, ami egy csomó teljesen racionális, abszolút égető kérdésére próbál válaszokat, és egyébként nagyon mérsékelten, tehát tudva azt, hogy egy 10 milliós nemzet vagyunk, probléma megoldási javaslatokkal előállni. Na most erre egyáltalán nem volt vevő az Európai Parlamentnek a többsége, ugye a két első nevezett megszólaló ennek eklatáns példáját adta, hanem kicsit valószínűleg azért is, hiszen ezzel az ő eddigi kudarcos politikájukkal is egy szembesülést jelentett ez a meghirdetett program. Gyakorlatilag egy totális ilyen Magyarország keresztre feszítése irányba vitte el, és ugye a miniszterelnöknek a teljes démonizálásának a szem- és fültanúi lehetünk, amit ők ott előadtak, és egyáltalán, tehát arról, hogy Európának a valódi érdeke egy harmadik államnak a történetéről volt elsősorban szó, ugye az ukrán kérdés volt fókuszba helyezve, a migráció kapcsán sem az Európában élő embereknek az érdekei, vagy az ő szempontjaik
kerültek elő, hanem ugye a menekülteknek az oldaláról és mindenféle emberjogi kérdésből megint előjött az unalomig ismételt LMBTQ gender kérdéseknek a sora, és hát le a kalappal a miniszterelnök előtt, hogy ugye hát kénytelen kelletlen volt erre a nyomvonalba ráállni, és hogy egyébként meg nagyon korrekt és tényszerű válaszokat adott. Mondjuk erre se volt nagy fogadókészség, tehát elment a fülek mellett, a tények nem zavartatták ezt az európai parlamenti többséget. Hozzáteszem, azért Orbán Viktor a viszont válaszában már figyelmeztette Ursula von der Leyen asszonyt arra, hogy egyébként az Európai Bizottság az a szerződések őre az Európai Unióban, ehhez képest direkt pártpolitikát műveltek, és egyébként aki ebben még messzebbre ment, az azt gondolom Manfred Weber, aki konkrétan Magyar Péter mellett egy kampánybeszédet tartott az Európai Parlamentben, hogy mi köze ennek az európai jövőhöz, hogy kicsoda Magyar Péter, meg honnan, hova jutott, meg ja, arról már nem beszélünk egyébként, hogy szerinte ugye Magyar Péter megverte a Fideszt az európai parlamenti választásokon. Nem tudom, hogy a számarányokhoz érte Manfred Weber, de az én olvasatomban ez nem így néz ki. Eléggé szürreális volt, tehát szerintem egyébként volt értelme, tehát az eredeti kérdés az volt, hogy volt értelme most itt felszólalni a Orbán Viktornak, volt értelme, tehát szerintem klasszisokkal erősebb volt az ő felszólalása vagy beszéde, mint bármelyik másik szereplőjé, tehát ugye Ursula von der Leyen is próbálkozott meglehetősen. Érdekes volt, hogy a beszédének gyakorlatilag egy jelentős részét Ukrajnára szentelte, miközben ugye az Európai Unió jövőjéről van szó, és arról van szó, hogy az Európai Unión belül mit kellene tenni ahhoz, hogy a versenytársaink ne hagyjanak le, tehát ebből a szempontból meglehetősen érdekes volt, és Orbán Viktor is utalt rá a reakciójában, hogy Ursula von der Leyen teljesen elveszítette a szerep felfogását, teljesen szembe megy azzal, ami egyébként egy Európai Bizottság elnökének tényleg a feladata és a szerepe, tehát neki mindenkit képviselnie kellene az Európai Unióban, ehhez képest nyíltan neki ment egyébként a soros elnökséget adó Magyarországnak és a magyar kormányfőnek, ami meglehetősen negatív irányba vetíti az Európai Unió jövőjét, így nem lehet működtetni egy Európai Uniót. Szerintem Orbán Viktornak a reakciója az rendkívül erős volt, tehát amikor kifejezetten például Manfred Weberre reagált, az szerintem elképesztően ütős reakció volt, és ott látszott, hogy megállt a levegő az ülésteremben, és nagyon tudtak mit reagálni, mert tudták, hogy igaza van a magyar kormányfőnek, tehát hogy amikor mondta, hogy hát 45%-án szemben legyünk egy 30%-os eredménnyel, az egyértelmű győzelem, mondjuk Manfred Weber országában, Németországban örülne a mostani kormány oldal, hogyha 45%-ot a három párt össze tudna adni, a fasorban sincsenek ehhez képest, és hát amit szerintem még érdekes volt, és még beszélünk úgyis ezekről, hogy Magyar Péter és Dobrev Klára is felállva tapsolt Ursula von der Leyennek. Tehát szerintem ez önmagában ez a szimbolika, ez már beszédes, és elmondja, hogy pontosan ők hogyan is viszonyulnak ahhoz a sok támadáshoz, ami Magyarországot éri. Hát kit miért fizetnek? De ha már ott tartunk egyébként, hogy a valósággal szembesítette helyenként az Európai Parlament tagjait a miniszterelnök, akkor nem menjünk el szó nélkül Iratxe García Pérez, az Európai Szocialisták frakció vezetője mellett, akinek lövése nem volt egyébként a magyarországi adatokról, például az adó mértékekről. Hát azért ő is most végig, neki értelme volt ma bemenni, mert legalább többet tudott meg Magyarországról, mint tegnap. Igen, de nem ezzel szeretném kezdeni, hanem egy kicsit így a hipokrácia diszkrét bájára még jobban rávilágítani. Menjünk vissza október 7-ére. Amikor Németországban tartottak egy megemlékezést, ugye akkor volt, hogy a terroristák megtámadták Izraelt, megvilágították a brandenburgi kaput az izraeli zászlóval, gyönyörű fényfestés volt, a kormánytagok és Steinmeier köztársasági elnök úr ugye tartottak egy nagyon komoly megemlékezést az egyik templomban, a Kaiser Wilhelm Gerettnis templomban, és utána felszólaltok, hogy nemet kell mondani az antiszemitizmusra, mindent meg kell tenni zsidó polgártársaink védelmébe. Na de, honnan jön az antiszemitizmus? Nem tőlünk, nem német honfitársaimtól, hanem azoktól, akik őt beengedtek, azok, akik most lehúrogják Orbán Viktornak a határvédelmi politikáját, azok engedtek be közel-keleti emberek millióit, akik áthozták a közel-kelet minden problémáját, a síta-szunita ellentétet, a török-kurd ellentétet, a palesztin-izraeli ellentétet, és most összecsapnak a rendőrökkel, autókat, szemetes kukákat gyújtogatnak fel. Azt hiszem, hogy nem is volt még olyan magas a terrorkészültség, például Dániában és Norvégiában, mint most. Mert tudnak róla a titkosszolgálatok, hogy valami készül. Ez nem baj,
még mindig azt mondják, a migráció jó, és hogy milyen gonosz Orbán Viktor meg a magyar kormány, hogy nem engedik be ezeket az embereket. Tehát komolyan, amikor tegnap, amit te is említettél a sajtótájékoztatón, a miniszterelnök úr elmondta, hogy a schengeni országok kormányfőinek rendszeresen találkoznia kellene, meg kellene oldani ezt a problémát, ugye, ami 2015 óta 9 éve itt lóg a levegőbe, határok tárva nyitva. Megnéztem a német statisztikákat, hogy most mióta határellenőrzés van, hány határsértőt fogtak el? 804-et. Tehát ez egy vicc, mert senki nem fog a hivatalos határon átmenni, amikor több ezer kilométerre zöld határ van, tehát a migránsok sem hülyék. Úgyhogy teljes mellébeszélés folyt, és visszatérve ugye a spanyol képviselőre, meg a legtöbb lövésük nincs Magyarországról. Nem ismerik a statisztikákat, soha nem jártak itt. Szerintem nem is tudják, hogy már a hanyadik kétharmad van Magyarországon, és mikor azt mondják, hogy itt diktatúra van, hogy félelem van, hát akkor az emberek nem választanának meg egy kormányt egy demokratikus szavazáson, ilyen többséggel. Tehát a társadalmi felhatalmazás az óriási, és akkor tényleg nem tudok ezekre mást mondani, mint ilyen nemtelen aljas senki házik, akik hazugságokat összehordanak, akik istenítenek egy olyan fickót, aki a saját feleségét lehallgatta. Tehát én nem is tudom, van-e lejjebb, tehát ilyet Stázi ügynökök csináltak az NDK-ban. Tehát hát nagyon szépen köszönöm, tehát én elkezdtem volna a legszívesebben már inni, amikor néztem a közvetítést, csak még korán volt. És az is, hogy gyakorlatilag teljesen egyértelmű, hogy minden felszólaló, legyen spanyol, francia, német, bárki, aki ugye a miniszterelnök ellenében szólalt fel, ugyanabból a kottából mondta föl a magáét, amit ugye a honi drága ellenzék kivisz Brüsszelbe, ugyanazokat az érveket hozta, ugyanúgy a korrupció, és hiába voltak rá válaszok, hogy a Világbanknak a listáján hogy állunk, egyáltalán nincs mit szégyenkeznünk korrupció szempontjából. Hiába jöttek a biztonságra vonatkozó, tehát az, hogy hány embercsempészt engedtünk, vagy nem engedtünk ki, hiába jöttek teljesen konkrét cáfolatok ezekre az állításokra vonatkozóan, mindegyik ilyen mantraként mondta föl. Annyiban nem csodálkozhatunk, hogy gondoljunk be, hogy ez az elit fél. Egyszerűen meg van ijedve attól, hogy megjelent egy olyan potens erő az Európai Unióban, aki az ő bebetonozott, most már tényleg évtizedek óta fölépített kis birodalmát szétrombolni látszik, vagy legalábbis veszélyeztetni látszik, de ez egy tág dolog, tehát intézmények, civil szervezetek, egyetemi emberek, újságírók, tehát egy komoly nagy hálózat, és ezt érzik most szerintem veszélyben. De legalább a fejtágítójukat frissíthették volna, mert például a pályaelhagyó tanárokról beszélt valamelyik európai parlamenti képviselő, miközben a pályaelhagyó tanárok visszatértek, ráadásul sokkal jobb fizetéssel. Na de, aki szintén nem frissítette, azt hiszem a tegnapi nemzetközi sajtótájékoztató helyett megírt beszédét, az Magyar Péter, mert a világon semmi más nem mondott, mint az elmúlt hónapokban minden demagóg lózung, amit itt fölhozott a közvéleménybe, de azt is úgy adta elő, mint egy ilyen. Ugye itthon mindig nagyon kemény legényt játszik a tömegrendezvényein, de most olyan volt, mint egy ilyen felelés, mondjuk egy minimál felelésen lévő kisdiák, aki teljesen be volt rezelve, és nem nagyon tudott beszélni sem az elején. Azért ő úgy tűnik ebbe az Európai Parlamentbe kevés lesz, még akkor is, hogyha Manfred Weber őt próbálja minél magasabbra emelni. Márki-Zay Péternél is ez volt, tehát akkor is idejöttek külföldről, mondták, hogy ő a jövő, őt ajánlják Orbán Viktor helyett, és akkor láttuk, hogy mi lett a választásnak a végeredménye. Ugye mindig van egy ilyen báb, egy ilyen szereplő, aki mögé beállnak, sztárolják, a nemzetközi sajtóban már minden jót leírnak róla, aztán várják, hogy na hát, ha ő most bejön, és hogyha meg nem jön be, elbukik, akkor meg el is felejtik. Tehát emlékszem, még Fekete Győr András is még a nemzetközi lapoknak a címlapján szerepelt, mint az új Orbán Viktor, emlékszünk ezekre az időszakokra, aztán most hol van Fekete Győr András, már senki nem is hall szinte róla. Tehát ezek mindig előjönnek, ugyanezek a forgatókönyvek és eszközök, most ugyanezt láthattuk, és gyakorlatilag ez egy ilyen felelés volt, egy ilyen első próba volt arra vonatkozólag, hogy hát most Magyar Péter, mondjuk Orbán Viktorhoz képest hogyan tud szerepelni egy ilyen nemzetközi fórumon, ahol beszédekkel tartani, egyértelműen azért a európai közfigyelem rá helyeződik, és szerintem ebben a versenyben elbukott Magyar Péter, tehát ezt az európai parlamenti vitát Orbán Viktor egyértelműen megnyerte, ő jött ki jól jobban ebből a szituációból, megerősödve került ki. Hát nem most is nagyon nevezhetjük ezt szerintem vitának egyébként, mert Magyarország, tehát Magyar Péter
Péter és Orbán Viktor mondani valója köszönő viszonyban nem álltak egymáshoz. Köszönő viszonyban, és tényleg a színvonal és a horizont az teljesen máshol van. Tehát Magyar Péter gyakorlatilag a 444 Telexre, vagy bármelyik balliberális internetes portálnak a komment szekcióját gyakorlatilag ilyen egymás utáni összefüggéstelen mondatokban így elhadarta, nem is emlékszik az ember, tehát megnéz az ember, nem is marad meg gondolat, mert tényleg olyan gyorsan elhadarja ezeket a beszédeket. Az MTV előtti tiltakozáson is ugyanez volt, hogy ott elmondta, ledarálta, mint hogy Márki-Zay Péter is mindig ugye ledarálta az aktuális mondandóját. Ember nincs, aki erre már emlékszik, hogy megmarad a fejében, míg azért Orbán Viktor mondott nagyon sok olyan erős állítást, kijelentést és tényt, ami azért megmaradt az emberek emlékezetében. Talán elárulhatjuk a nézőknek, hogy itt az adás előtt mi arról beszélgettünk, hogy mennyire volt vérlázító ez az egész beszélgetés sorozatban az Európai Parlamentben, de azért nézzük a jó oldalát, voltak ironikusabb részei is. Például, amikor Deutsch Tamást, Roberta Metsola parlamenti elnök megpróbálta elcsendesíteni, amikor megpróbálta Deutsch Tamás felmondani Magyar Péter bűnlajstromát. Ezt követően pedig Dobrev Klára azzal jött, hogy az Európai Parlamentben el lehet mondani a kritikát, de a magyar parlamentben a házelnök megvonja a szót azoktól, akik kritikával próbálják illetni a kormányt, vagy személyeskednek. Hát aki látott már magyar parlamenti képviselő, parlamenti plenáris ülést, akkor pontosan tudja, hogy ott hányan tolvajozzák le a miniszterelnököt. Tehát ha minden ilyennél elvennénk a szót a ellenzéki képviselőktől, akkor soha az életben nem tudnának megszólalni. Szóval azért van ennek némi diszkrét bája. Sőt, tehát ugye a tegnapi sajtótájékoztatón ott a befutó DK-s fiatalembernek a megjegyzésére egyébként a miniszterelnök nagyon jól elmondta, hogy ez nálunk lefordítva magyarról, ez azt jelenti, hogy nem értek egyet veled. Tehát igen, ez mondjuk ez a kettős mérce ugyanaz, mint amit szintén ugye elmondott Ursula von der Leyenhez címezve a miniszterelnök, hogy amikor ugye rajtunk jogállamot kérnek számon, akkor ezt hogyan tehetik meg azzal együtt, hogy a patrióták, amelyik ugye a harmadik legnagyobb frakciója az EP-nek, mindenféle pozíciótól megfosztatott. Tehát ez ugyanez a szó elvétele vagy megadása kapcsán ugyanezek a kis piszkálódások voltak. Ugye azzal kezdtük, hogy Ursula von der Leyen elsősorban Ukrajnáról akart beszélni Európa jövőjével kapcsolatban. Orbán Viktor erre azzal válaszolt, hogy ő kifejezetten ki akarta hagyni ezt a témát, de ha már szóba hozták, akkor hát hogy is fogalmazzak, azt hiszem alaposan beolvasott az Európai Bizottságnak, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy az egész Ukrajna politikájuk elveszett, és itt lenne az idő változtatni. És érdekes módon egyébként ugye a balliberális többségből azért egy-két ilyen fizetett füttyögőt beültettek, sokan azért nem voltak. Ennél a résznél nem nagyon volt olyan hangos nem tetszés nyilvánítás. Tehát azt gondolom, hogy ez azért mégiscsak megragadtott a fejekben. Nyilvánvaló, azért annyira nem ostobák a képviselők, hogy ne látnák, hogy mi folyik Ukrajnában, hogy több mint 600 ezer ukrán katona halt hősi halált a fronton, hogy napi szinten jelenti be az Oroszországi Föderáció, hogy elfoglalt egy újabb települést. Tehát nincs miről beszélni, Ukrajnának fogynak a katonái, fogynak az eszközök ugye az amerikai és az európai fegyvertárakban, fogy a pénz is. Ugye az ukránok most attól paráznak, hogy mi lesz jövő hónapban az Egyesült Államokban, mert hogyha Donald Trump fog nyerni, ő megmondta, hogy drasztikusan csökkenteni fogja az Ukrajnának szánt segítséget. Ez nyilvánvalóan egy nagyon húsba vágó kérdés most Ukrajnában. Honnan fogják egyáltalán finanszírozni az országnak a fenntartását? Ugye Ukrajna már rég államcsődöt jelentetett volna be, hogyha nem lógna igazából egy ilyen pénzügyi transzfúzión a nyugati ország. Nagyrészt Németország és az Egyesült Államok. Úgyhogy persze, hogy hallgattak, erre nem tudtak mit mondani, de mégis vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy még több fegyvert kell adni, ugye a béke alapból kell adni a következő összeget, tehát ez is egy vicc, tehát ez mint az a hülye mondás, hogy addig nem teszem le a fegyvert, amíg nincs béke a világon, tehát ez körülbelül olyan dolog, és hát ott is majd úgy fogják csűrni, csavarni, ugye, mint most a kínai autókra kivetett büntető vámoknál, hogy hát a nemeket majd igennek veszik, vagy a tartózkodást is igennek, vagy nemnek, ahogy majd éppen kell, az itt, hogy ezt a pénzt oda tudják adni Ukrajnának, azt hiszem 35 milliárd euróról van szó konkrétan. Úgyhogy hát nyilvánvalóan azért itt az európai meg az amerikai fegyverlóbi is nem kevés pénzt fizethet valahol sutyiba ezeknek a képviselőknek, mert tudjuk ugye, hogy minden pénz szinte az európaiak által fizetett összegeknek is 90% az amerikai fegyvergyártókhoz ment, és hát mi az érdek egy fegyvergyártónak?
legyen egy hosszabb háború. Azért a irónia koronáját mégsem Magyar Péter vagy Ursula von der Leyen tette fel erre a mai napra, hanem Ilaria Salis, aki elmondta, hogy Magyarországon egy illiberális diktatúra van, nem is demokrácia, illiberális diktatúra van. Ezt ő 15 hónap alatt megtapasztalta a börtönből. Arról azért egy szót sem említett, hogy ő miért került oda. Igen, erre Orbán Viktor is reagált, hogy pont ez a szereplő beszél itt jogállamiságról, aki fényes nappal ugye embereket ver meg, tehát egészen elképesztő az a abszurditása, hogy ugye fogalmazott a miniszterelnök, amit tapasztalunk ebből a szempontból. Tehát itt jogállamiságról, demokráciáról papolnak azok, akik lábbal tiporják mindezt. Ugye amikor a brüsszeli konferencia, amit ugye a szuverenisták tartottak, vagy akartak ugye megrendezni, ott is be akarták tiltani, harmadik helyszínen lehetett csak megrendezni, és ugyanezek a tagállami képviselők, politikusok mondják azt, hogy szerintük Magyarországon nincsen demokrácia, miközben éppen Brüsszelben nem akarják megengedni ezeket a tiltakozásokat, vagy akár rendezvényeket. Ez egészen elképesztő ilyen orwelli világ, vagy ilyen fordított világ az, amit ilyenkor tapasztalunk az Európai Parlamentben. És szerintem azért is jó, hogy ezt végignézték a magyar tévénézők, tehát akár Orbán Viktornak a Facebook oldalán is végig lehetett követni, tehát Magyar Péterstől mindenkit lehetett látni, hogy pontosan mit beszélnek, mert aki itt él Magyarországon, és látja, hogy mi a helyzet, az érzékelt, hogy amit ezek az európai balliberális képviselők mondanak, az nem felel meg a valóságnak, teljesen más a helyzet Magyarországon, tehát ebből a szempontból szerintem azt érte el az Európai Parlamentnek a balliberális többsége, hogy akik kritikusak voltak a brüsszeli vezetéssel, ezzel a irányítással, amit jelenleg látunk az Európai Unióban, azok még kritikusabbak lettek. Egy-egy mondat még Ilaria Salisszal kapcsolatban? Hát, jaj, bocsáss meg. Én csak annyit mondtam, hogy vérlázító, hogy egyáltalán az Európai Parlamentben ülhet egy ilyen személy, aki tényleg vasrudakkal mindenféle embert megver az utcán. Tehát felháborító. Be kellett volna mutatni a felvételeket a sérültekről különben Salis felszólalása után, mert érdemes lett volna. Például az a szegény férfi, ugye, aki egy dohánybolt alkalmazottja, csak szereti ezeket a zsebes nadrágokat, ilyen kargógatyákat, azért nézte őt nácinak, és nem tudom, hogy 22 öltéssel kellett a fejét összevarni, tehát brutális volt. Én úgy látom, hogy ezt a témát kiveséztük, úgyhogy a második részben rátérhetünk még egyéb belpolitikai problémákra is. Hozzáteszem, már most sokkal több érdemi véleményt és érdemi hozzászólást hallottunk, mint ma délelőtt az Európai Parlament baloldali többségétől. Úgyhogy most tartunk egy pár perces szünetet, de utána visszavárjuk nézőinket. Ahogy mondtam, további belpolitikai témákkal, már is mutatjuk, hogy melyek ezek. Költségvetés. Varga Mihály szerint béremelésekre is futja majd. Fű alatt aggasztó nyilatkozatot tett a kutyapárti polgármester. Költségvetés. Varga Mihály szerint béremelésekre is futja majd. Fű alatt aggasztó nyilatkozatot tett a kutyapárti polgármester. Jó estét kívánok, folytatódik a Vezércikk Máté Zsuzsával, Deák Dániellel és Georg Spötlével. A Parlament Költségvetési Bizottság előtt számolt be a pénzügyminiszter, és hogy nem, Varga Mihály szavaiból valahogy nem az derült ki, amit például az előző részben taglalt baloldali EP képviselők már összehozadoztak hazánk gazdasági helyzetéről és teljesítőképességéről. Lássuk. Készül a kormány a helyi iparűzési adó átalakítására. A jövő évi költségvetésből mindenki fog derülni. Ezt mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Parlament Költségvetési Bizottságának éves meghallgatásán, ahol hangsúlyozta, a kormány tartani tudja a hiánycélt, miközben folytatja a béremeléseket is. Varga Mihály nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy ne lenne növekedés a magyar gazdaságban. Szerinte sok országban igaz ez az állítás, Magyarországon biztosan nem. Hát ha ezt tovább akarjuk taglalni, akkor csak vissza kell idézzük Orbán Viktor szavait, aki elmondta, hogy a gazdasági növekedésünk a 2,5-szerese az Európai Uniós átlagnak. Én azt nem értem egyébként, hogy ezeket a számadatokat, amik hát nagyon szigorú tények, hogy a fenébe próbálhatja meg bárki eltagadni, akár a hazai ellenzék, akár ez a baloldali liberális többség az EP-ben.
Hát szedjük hozzá, hogy szerintem az is vérlázító, hogy most azok támadják a gazdasági növekedésnek a szintjét, akik egyébként kampányoltak még 2022-ben azért, hogy minél több szankciót fogadjunk el és vezessünk be. Hát most már világosan látjuk, ezekről nagyon ritkán beszélnek, azért egyébként az Európai Parlamentben sem hallottuk ezt, hogy az volt még 2 éve az ígéret, hogy bevezetjük ezeket a szankciókat, az európai gazdaság nem fog érdemben sérülni, viszont az orosz gazdaság az tönkre fog menni, vagy legalábbis meg fog gyengülni. Ehhez képest azt látjuk, hogy Oroszországban 4-5-ször magasabb a gazdasági növekedésnek a szintje, mint az Európai Unióban, tehát egyértelműen látszódik, hogy nem Oroszország szenvedte meg ezeket a szankciókat, hanem az Európai Unió, azon belül is például Németország, aminek ugye nagyon negatív hatása van Magyarországra nézve. Tehát ez önmagában már ez a vérlázító, hogy most azok mondják, hogy milyen alacsony a növekedés, akik egyébként jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szankciós őrület Európában eluralkodjon, és ez jelentősen visszavette egyébként a mi növekedésünket is. Ami nagyon fontos itt a Varga Mihály által is elmondottakból, hogy a bérnövekedés azt szerintem most a kormányzati politikának a fókuszában van, ami ugye azért fontos, mert tavaly volt egy magas inflációs nyomás Magyarországon és Európában is, jelentősen nőttek az árak, emiatt a hétköznapok szintjén azt érzik sokan, hogy kevesebb van a pénztárcájukban, mint mondjuk a válságot megelőzően. Értelemszerűen ezen úgy lehet javítani, úgy lehet a közhangulatot és a hétköznapok szintjén is érezhetővé tenni azt a gazdasági növekedést, amiről te is beszéltél, hogy dupla akkora, mint mondjuk az Európai Uniós, hogyha az embereknél több pénz jut a hétköznapok során, magasabb lesz a fizetésük, magasabb lesz a nyugdíjuk. Tehát a jövő év, a 2025-ös év az arról fog szólni, hogy a minimálbért azt jelentősen megemelik, a bérminimumot jelentősen megemelik, egyéb juttatásokat, saját támogatásokat jelentősen megemelnek, tehát ez a növekedési szint, ami most már elindult Magyarországon, az a hétköznapok szintjén is érezhetővé váljon. Hát ráadásul ugye ebben a viszonylag nehéz időszakban, ami után most egy fellendülés várható, azért mégiscsak egy történelmi léptékű pedagógus béremelést hajtott végre a kormányzat, illetve egyébként az egészségügyi szakdolgozók és az orvosok bérét is olyan szinten emelte meg, ami előtte, hát ha nem is soha, de nem mostanában volt tapasztalható a magyar gazdaságban. Jó, hát a jó hír ugye nem hír, ahogy szokták mondani, tehát ezeket kevésbé lehet utána már jól interpretálni, meg nyilván egy ellenzéknek az a dolga, hogy ő a hiányosságokra hívja fel a figyelmet, az már egy másik kérdés, hogyha ez az Európai Parlamentben is egy kormányfővel szemben ugyanígy megjelenik. Egyébként meg nyilván egy nagyon nehéz időszakban vagyunk, nem csak mi, hanem egész Európa, sőt az egész világ. Az egész energia árrobbanás, a háborúnak a teljes, tehát az értékesítési láncoknak a felborulása. De ahogy szintén most megint a miniszterelnökre utalok vissza, hogy egy transzparens módon viszi a gazdaságpolitikát, nem árul zsákba macskát, ugye beszél a semlegességnek a fontosságáról, ugye itt a kínai hitelek, amik egyébként elenyészőek, itt elmondtam a Varga Mihály, hogy a portfólióban ez egy nagyon kicsi rész, de jelen van, hiszen teljesen kitett a magyar gazdaság, és nem lehet egy irányba támaszkodni. Ellene kell hatni annak a blokkosodásnak, amit itt a védővámokkal, egyebekkel kapcsolatban is látunk Európában. Úgyhogy ezt visszük, és hát ennek az eredményei nyilván nem egyik pillanatról a másikra, de azért látszanak, és mondjuk ez a hiánycélnek a megjelölésében is látható, vagy a lakosságnak a megtakarításaiban. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez tényleg a boltban fizetve is egyre inkább érezhető lesz mindenki. És azért a gazdaság teljesítményéhez azt is hozzá kell tenni, hogy mindeközben 2018 óta a 3-szorosára növelte a jegybank Magyarország aranytartalékát. Tehát, hogy ha arról beszélünk, vagy arról beszélnek az Európai Parlamentben, hogy Magyarország az Európai Unió legszegényebb országa, akkor azért lehet azt a kis aranymennyiséget ott azért át kéne nézni előtte. Nyilvánvalóan, tehát a miniszterelnök úr ugye azt is elmondta pár nappal ezelőtt, hogy mennyire akarják a reálbéreket emelni, tehát azok 2000 euró fölé, tehát 8000 forint fölé fognak nem sokára érni. És azért ez egy óriási dolog, mert ne felejtsük el, azért volt 2 év Covid is, nem olyan túl régen, tehát abból ki kellett lábalni, hogy nagyon sok kisebb cég bedőlt, vagy éppen küzdött a túlélésért. Ne felejtsük el a háborús inflációt, tehát láttuk, hogy az élelmiszerárak, az iparcikkeknek, mindennek az árai, ugye, hogy felemelkedtek, miután kitört az orosz-ukrán konfliktus, és ebből így kijönni, hogy a gazdaság növekszik, hogy ahogy te is említetted, ugye mind a pedagógusoknak, orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak emelték a minimálbéreket. Tehát ezt megtenni azért ez nagyon azt mutatja, hogy ez egy nagyon jó kormány és egy nagyon jó gazdaság.
gazdaságot folytat, egy jó gazdálkodást folytat. Tehát igazából azt tudom mondani, hogy hajrá így tovább, tehát bármit mondanak Brüsszelbe, bárhogy játszanak ott soroskottáiból, az igazság az itt van nálunk, és mindenki tapasztalja a saját pénztárcáján, ahogy Dani is mondta. Nem rosszul látott szerintem, mert Dobrev Klára megmondta Strasbourgban, hogy Orbán Viktor nem tud kormányozni. Bezeg a férje, aki kiárusította a teljes nemzeti vagyont, és kiszolgáltatta Magyarország gazdaságát az IMF-nek. Ő biztos nagyon tudott. Na, de foglalkozzunk komoly emberekkel, meg nézzünk bele abba, hogy mi lesz a holnapi lapok tartalmába. Ehhez pedig elsőként Kacsó Dániel lesz a segítségünkre, a Mondiner főszerkesztője, helyettese. Szervusz, Dani! Szervusztok, és köszöntöm a Hír Televízió nézőit is. Miközben a felszínen ütnek bennünket, a lelkük mélyén jó részük azt gondolja, hogy végre valaki kimondja az igazságot. Nyugati kritikusainkkal kapcsolatban fogalmazott így alapunknak adott interjúban Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter 10 évvel ezelőtt foglalt el a hivatalát, erről az időszakról is kérdeztük, azt kértük tőle, vonjon mérleget, de beszéltünk az orosz-ukrán háború alakulásáról, és arról is, hogy mi várható Donald Trump amerikai elnökségétől, már ha Donald Trump megnyeri az elnökválasztást, ami egyre közelebb van. Szijjártó Péter az eheti Mandiner címlapján. Köszönjük, Dani! Folytassuk mással, mert mindeközben a hegyvidéken azt hiszem lassan elkezdhetnek elgondolkodni a szavazók, hogy ezt a lovat akarták-e. Már csak azért is, mert újdonsült kutyapárti polgármesterük valami egészen érdekes rémképet vetített előre, legalábbis a drogkutató szakértő szerint. Lássuk! A marihuana népszerűsítéséről szólt a Kovács Gergely, a 12. kerület újdonsült kutyapárti polgármesterének első megjegyzései, amit viccelődéssel próbált bagatellizálni, írta Téglási Kristóf, a Drogkutatóintézet stratégiai igazgatója. Mint felidézte, a drogkérdésben rendre a legalizáció mellett érvelőknek teret adó 444.hu elkísérte az első munkanapjára Kovácsot, aki a közpénzből elindítandó tűcsere programban tiszta injekciós tűket adna a droghasználóknak. És hozzátette, hogy a rossz minőségű füvet meg jóra lehetne cserélni. Lehetséges, hogy ez viccnek szánta, bár azt nem tudom, korábban meg azt mondta, hogy most politikusként rosszabbul keresse, mint előtte, mert ugye ő ezt bevallotta, dílerként. Lehet, hogy az ő szempontjából az lenne a legjobb üzlet, ha a kettőt összevonná, és polgármesterként megteremteni magának a törvényi feltételeket, hogy dílerként is tudjon dolgozni. Fú, olyan nehéz erre mit mondani, mert egyszerűen elképesztő, hogy egyáltalán polgármester tudott lenni, ugye ezen belenézett ebbe a kis videóba, és az a nyegles stílus, az a teljes cinizmus, ami árad ebből az úriemberből, és hogy ezeknek az egyébként provokatív témáknak az erőltetése, ami számára nyilván egy komfortos közeg, meg tényleg valószínűleg ő, ha tehetné, vagy nem tartana esetleg a 12. kerületi lakóknak a véleményétől, akkor meg is tenné, ugye itt a holland nagykövetséget idézte, hogy majd akkor ott lehetne a rossz minőségű füvet jó minőségre cserélni, vagy füvet termeszteni, és mondja ezt egy olyan országban, ahol nagyon helyesen ugye zéró tolerancia van mindezekkel kapcsolatban. Látjuk azt, hogy a világ számos országában, ahol megtörtént a legalizáció, egyébként már nem csak a marihuánának, hanem bizonyos ennél erősebb drogoknak is, milyen súlyos társadalmi következményei esnek szét azok a társadalmak, egészségügyi, morális, oktatási, mindenféle válsághoz vezet. Szóval ha valami, akkor ez biztos, hogy nem vicc. Remélem, hogy Kovács Gergelynek majd tavasszal is eszébe jut a füvesítés, mert akkor ha lehet, hogy betépet lesz a kerület, de legalább jó fog kinézni. Ugye a kutyapártos politikus nyílt drogfogyasztó, tehát volt is egy olyan tüntetés, onnan talán a rendőrök amiatt is vitték el, mert közvetlenül fogyasztott kábítószer, tehát nem meglepő, hogy egyébként neki a viszonyulása ez a kérdéshez ilyen irányba megy. Én azt sajnálom tényleg csatlakozva, hogy gyakorlatilag egy polgári kerületet tudott megnyerni ez a kutyapártos politikus, aminek sok oka van, tehát van egy ilyen
lázadás ott az elit, budai elit részéről, ez most már látszódik a választások részéről. Ezt mindig mérlegelni kell, meg kell nézni, mi az oka. Nekem mindig az a kérdésem, hogy majd jövőben ezt ők hogyan fogják értékelni, hogy jól döntöttek-e. Nekem meggyőződésem, hogy nem döntöttek jól a 12. kerületben. Utalok itt egyébként már a 2022-es választásra, ugye Hajnal Miklós momentumos politikus lett ott a térse, vagy a körzetnek az egyéni képviselője. Én már hónapok óta nem hallok róla, hogy ő hol van, mit csinál. Tehát a Facebook oldalán is semmi aktivitás nincsen, a nyilvános megszólásaiban sincsen semmi. Tehát érdekes, hogy most úgy tűnik, hogy ezekben az elit körzetekben annyira jó dolgukban már nem tudnak mit csinálni, és olyan politikusokat akarnak, akik egyáltalán meg sem jelennek, nem is foglalkoznak a saját körzetükkel, vagy éppen be vannak tépve, és azt sem tudják, hogy miről beszélnek. Tehát egészen szürreális, hogy egyes budai kerületekben ezt várják el a vezetőktől, nem pedig azt, hogy a körzetükkel foglalkozzon, a kerületükkel foglalkozzon, fejlesztéseket figyelme, és lehetne sorolni. Ne kell valljam, hogy nekem egy másodpercig nem hiányzik Hajnal Miklós nélküli stílusa sehonnan, de az jutott még eszembe egyébként. Igen, de figyelj, én ott lakom abban a VK-ból, Hajnal Miklós van, én Hajnal Miklós az életben nem találkoztam, tehát a környékünkre nem jött. Hát a Polgiát én csak kendermesternek hívom, én nagyon kedvesen, tehát csodálom, hogy nincs egy fűvészkert, vagy valami holland kertészek segítségével ott valamit elvetne. De valóban, tehát nem tudom, ez az ember hogy fog mondjuk egy költségvetést majd megszavaztatni, meg kikkel. Hát hány közintézmény, hány kórház, iskola és egyéb van ott a kerületünkben, de hát neki a legfontosabb a turul, még mindig arról beszélt ugye a 444-es kollégáknak, hogy azt ő mindenképpen el akarja takarítani. A másik pedig, hogy megváltoztatta a kerület nevét, ugye Hegyvidék több, mint kerület. Na ez neki valamiért nem tetszett, tehát most már csak Budapest 12. kerülete hivatalosan, nekünk ott lakóknak maradt a Hegyvidék, mert így szeretjük. Csak nem tudom, azért így a baloldalt megnézi az ember, feleségüket lehallgató, telefontolvajok, drogosok, ilyen elmerodjantak, tehát ilyen félnótások, tehát úgy nagyon jó a társaság, csak az a baj, hogy tényleg ott a lakóparkból én is lakom, vannak olyan emberek, akik ezeket megszavazzák, tehát például sok ilyen fiatal értelmiségi lipsi költözött a kerületbe, mert szép a környék, jó a levegő, panoráma, és akkor na kire szavazzunk, hát a Kutyapártra, hát köszönjük szépen, jól megcsinálták. Hálam üldözni fogja őket. Bevallom férfiasan, hogy én hamarabb fogadtam arra, hogy mondjuk Snoop Dogg lesz Los Angeles polgármestere, mint hogy Kovács Gergely a Hegyvidéké, de hát... Snoop Dogg talán jobb lenne, legalább egy vidám figura, mint jó zenész. És elnézést kérek ezért a mélyrepülésért, de tudunk még mélyebbre menni egyébként Kovács Gergelynél is. Nem szívesen hozom ide, mert lassan már a kétfarkú kutyákat sem érdekli Pankutai Lili. De hát azért mégiscsak beszéljünk már arról, hogy a hazai baloldal Greta Thunbergje nagyon csúnyán elbukta első fokon az iskolája ellen indított pert. Lássuk! A pécsi törvényszék elsőfokú határozatában az Alperes javára döntött, és kimondta, hogy a gimnázium nem sértette meg Pankotai Lili személyiségi jogait. A bíróság indoklása szerint, bár a diáklány zaklatónak minősített bizonyos magatartásokat, ezek sem az egyenlő bánásmód követelményét, sem a PTK-ban rögzített személyiségi jogok védelmét nem sértették. Az eljárásban pedig az is bizonyítást nyert, hogy a diáklány fellépése miatt épp az iskolát érték támadások. Hát én nagyon bízom abban, hogy akkor az iskola majd talán viszont perli ezt a kislányt, mert láthatóan nagyon-nagyon fordítva ül a lovon, és úgy tűnik, hogy a szülei erre nem nagyon akarják figyelmeztetni, hát ha egy ítélet ezt megteszi. Zsuzsi? Hát igen, és ugye ő volt az, aki tulajdonképpen az oktatásért szállt síkra, és nem abszurd, hogy a saját iskoláját perli egy diák, aki egyébként botrányos módon viselkedett, hihetetlenül agresszív stílusban nyilatkozott meg arról az egyébként egyházi iskoláról, ahova éveken át járt, ugye az érettségit egy évvel később tette le. Már a tüntetéseken, most már azt hiszem leérettségizett, igen, a tüntetéseken egyébként számtalan fényképpen látszik, hogy dohányzik, lehet, hogy ő is a kutyás polgármesterhez hasonlóan egyebeket is. Tehát szerintem mindaz, amit egy diáklánytól az ember elvárna, akár szülőként, akár egyáltalán az állami oktatást finanszírozva, azzal ő szembe ment. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen, hát egyelőre első fokon, de az iskolájának adtak igazat. Dani? Egyébként februárban találkoztam egy műsorban Pankotai Lilivel, és
Sajnáltam egy picit, mert tényleg egyébként egy kedves, jóra való lánynak tűnik, amikor is személyesen találkozik az ember. És hát ez eddig nem derült ki. Tényleg egyébként, amikor így, tehát műsoron kívül tényleg elbeszélget vele az ember, látszik, hogy ismert hiányban szenved, tehát azért az érettségének a megszerzése az egy fontos mérföldkő, de azért remélem tovább fog majd haladni az információ és a tudásszerzés útján, hogy finoman fogalmazzak, de amikor beül mondjuk egy tévéműsorban, vagy nyilatkozik, akkor tényleg így egy ilyen, amit előbb is mondtam, az európai parlamenti képviselők kapcsán, hogy felolvassa ezeket a szalagcímeket gyakorlatilag, és akkor ebben kimerülnek az érvei. Tehát én ebből a szempontból sajnálom, hogy ugye sokáig eszköz volt a baliberális nyilvánosság kezében, emlékszünk, amikor heteken keresztül ő volt a címlapokon, akkor ő volt a nagy reménység, messiás, még a Magyar Péter előtti időszakban. Most meg azért, hogy bárhogy is nézzük, kicsit, mint hogyha ejtették volna, tehát most már csak egy ilyen mellék szereplőként tekintenek rá. Így használják fel ezeket az embereket, és szerintem nem tesz jót nekik, nem tesz jót az életüknek ez. Bár már ott tartanánk, hogy Magyar Pétert is azért sajnáljuk, mert felhasználták és elmúlt az ideje. Fogunk még, hát nem tudom, szegény Lili, tényleg, hát nem tudom, nevezünk erről egy tőkendert, ilyen cannabis pankotaikus, egy ilyen szép latin névvel, de igazából egy ordinári szájú fiatal lány, akiért kár, mert hogy az életét így fecsérli a rossz oldalon hülyeségekkel, mikor nem tudom, lehet-e politikai jellemző, mint mi, de hát még lehet, talán. Látom, mindenki megengedőbb nálam. Na hát így van. Fiatal lányról van szó, tehát most 18 éves, tehát nem lehet szerintem haragudni rá. Én azokra halasszom, akik nem szólnak neki a környezetében, akik nem figyelmeztetik arra, hogy ez nem jó út, és most szerintem ez a tervesztés az jól mutatja, hogy nincs sajnos sok mindenben igaza. Azért, aki beszáll a politikába, szerintem az a következményekkel is számoljon, akárhány éves is. Hölgyem, uraim, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Nézőinknek pedig köszönöm egész esti figyelmüket. Holnap újra várjuk Önöket Fritz Tamással, Szűcs Gáborral és Kacsó Dániellel majd a stúdióban. Ha lemaradtak adásunkról, azt visszanézhetik a Hír TV weboldalán. Maradjanak továbbra is csatornánkon. Szép estét mindenkinek!